Ég volt, felhő, én hol, szent, rólamon mesét csupán. Hol fényes májusok, muskátlis ablakok, hozzátok száll minden álmom. A Medinai Tambura zenekar műsorával kezdődött az 1848-49-es forradalom és szabadságharc megemlékezése Tolnán, a Szent István Parkban. Az eseményen Horváth István Tolna megye 1-es számú választókerületének országgyűlési képviselője is jelen volt. Ő beszédében többek között elmondta, hogy ma új, veszélyekkel teli világ van születőben. 1848. március 15-én, 174 évvel ezelőtt fogalmazták meg, és követelték a márciusi ifjak a magyar név kívánalmait, melyek ma ismét aktuális érvényűek, hiszen békétlenség van a világunkban, és a békétlenség felbecsülhetetlen károkat, emberi életek elvesztését jelenti. A történelem olykor fájdalmasan ismétli önmagát, nem tanul a hibáiból, ezért nekünk, akik a mában élünk, nagy a felelősségünk, hogy hogyan döntünk a jövőnkről, milyen világot hagyunk hátra az utódaink számára. A mai nap lehetőséget ad arra, hogy hitet tegyünk nemzetünk iránti elkötelezettségünkről, kinyilatkoztassuk a szabadság iránti mély meggyőződésünket, és számot vessünk önmagunkkal. Emlékezzünk és fejet hajtunk azon emberi nagyságok előtt, akik a közös célokért, a magyarság jövőjéért habozás nélkül vállalták akár a legsúlyosabb áldozatot is. Olyan áldozatvállalás volt, amely a népből nemzetet kovácsolt. 1848. március 15-én, 174 évvel ezelőtt a magyarok beírták magukat Európa történelmébe. Egy vér nélküli forradalommal, példanélküli nemzeti egységben vívták ki a magyar nemzet szabadságát és függetlenségét, a birodalom elnyomásával szemben. Nem voltunk egyedül a szabadságvágyunkkal. Az európai nemzetek Palermótól Párizson át Bécsig sorra lázadtak fel a birodalom ellen, és álltak ki a nemzetek függetlenségük mellett. Az európai népek egyszerre ébredtek rá, hogy nemzeti függetlenséget csak a nemzetek Európája tudja-e megadni. Csókolok ezerszer a fiamot százszor, tábori levelet én ezzel bezártam. Horváth István hozzátette, hogy a magyar nemzet fegyverek és erőszak nélkül csupán a szavak, törvények és a diplomácia erejével elérte, hogy egész Európa az országra figyeljen. A magyar forradalom elérte, hogy megalakulhasson a független magyar kormány, hogy saját védelme, pénzügyi függetlenség legyen az országnak, és beindulhasson a magyar törvényhozás. Nemzetékek még csak álmodni sem mertek ilyen szabadságról, se előtte, se utána, mert mindig egy birodalom, hol az oszmán, hol az osztrák, hol a szovjet irányítása alatt éltek. A magyar szabadságot azonban soha nem adták ingyen. Ezt a 48-asok is megtanulták. A birodalom nem sokáig viselte a magyarok függetlenségét, összehangolt támadást indítottak, felbérelt zsoldosokat küldtek a magyarok leverésére, és a szabadságharcra kényszerítették a magyar nemzetet. Majd jött a megtorlás. És a magyar nemzet közel másfél évszázad, magyar nemzetnek közel másfél évszázadot kellett arra várnia, hogy valóban független és szabad legyen a 20. század végére. Tisztelt hölgyeim és uraim! Ma, a 21. század elején jogosan gondolhatjuk azt, mi magyarok, hogy az elmúlt több mint 1000 évben szenvedtünk már eleget. A történelem sokszor igazságtalan útvesztője többször próbára tett bennünket, és nemzetünk hitvallása a himnusz sorai visszacsengnek gondolatainkban, amikor Istenhez fohászkodva kérjük, hogy hozzon ránk víg esztendőt, mert megbűnhöttük már a múltat s jövendőt. De a történelem a békesség helyett Berzsenyi Dániel 200 évvel ezelőtt papírra vetett, magyarokhoz intézett szózatát eleveníti meg. Forra világ bús tengere, ó magyar!
Amikor a költő leírta gondolatait, egy új világ volt születőben. Ma sincs ez másként. Egy veszélyekkel teli korba léptünk, ahol egyszerre kell küzdenünk a járványokkal, illegális migrációval, energiaválsággal, és a szomszédban birodalmak feszülnek egymásnak, háború dúl. Emberek halnak meg, emberek milliói kénytelenek elhagyni az otthonaikat. Az országgyűlési képviselő úgy folytatta, hogy nem szabad hagyni, hogy idegen hatalmak Magyarországot belesodorják a most zajló háborúba. Nekünk magyaroknak ebből a háborúból ki kell maradnunk. A történelem arra tanított bennünket, hogy nincs olyan ideológia, nincs olyan birodalmi érdek, amely számunkra, magyarok számára a háborút, a békétlenséget, az egymás elleni acsarkodást igazolná. Amikor háborúba mentünk, birodalmi érdekek mentén mindig rajta vesztünk. Tanuljunk a történelemből, a mi érdekünk a béke és csak is a béke. Meg kell őriznünk Magyarország békéjét és biztonságát. Nekünk, magyaroknak, itt a Kárpát-medencében, az otthonunkban, a birodalmak árnyékában, a civilizációk útkereszteződésében, a haza megmaradásáért, a nemzet megmaradásáért folyamatosan küzdenünk kellett. De a küzdelemhez erő kell, az erőhöz pedig egység. Az esemény lezárásaként a város vezetői, a társadalmi szervek és intézmények képviselői koszorúzták meg a Szent István Parkban álló emlékművet. Én Istenem, jó Istenem, most szeretet mindig velünk legyen.